Köszöntöm Önöket, Zöld közelben című ökomagazinunkat látják. Nincsenek egyszerű helyzetben a kertulajdonosok, ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kiszámíthatatlan tavaszi időjárás jelentős mértékű károkat tud okozni a növényekben. Minden esetre néhány kerti teendőt célszerű elvégezni az érintetteknek, hogy a későbbiekben majd le is arathassák a babérokat. Hogy pontosan milyen kerti munkálatoknak jött el az ideje, azt vendégem András Károly, kétszeres nívódíjas kertmérnök osztja meg velünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Én megköszönök, hogy itt lehetek, és hogy elmondhatom a szakmai dolgaikat. Meglehetősen enyhe telünk volt, azonban nem szabad elkiabálni semmit. Minden esetre ez milyen mértékben befolyásolja azt, hogy mikor és milyen munkálatokkal kell kezdenünk, természetesen a kertészeti téren. Igen, gyakorlatilag ez sok embert megzavar, mert hogyha februárban még hó van, akkor olyan mindenki nyugodt. De azért most nem az volt, tehát nem ez a jellemző, hanem kitavaszodott, korán, hullámzó, és az, hogy kevés az eső. Tehát az, hogy tegnap esett, az egy dolog, de kevés a csapadék mennyiség. De vannak olyan növények, amik korán kell vetni, és korán kell metszeni. Tehát ez is lényeges. Tehát vannak a koraiak, amikor azt mondjuk, hogy amikor a talajra rá lehet menni, már akkor, tehát ez már megtörtént, tehát lehet vetni. A metszéseknél pedig vannak az almatermésűek, meg a szőlő, amelyek már mínusz 5 feletti időjárásban lehet metszeni. Na, az már megint túl vagyunk, mert fölötte van, tehát úgy van, hogy a csonthéjasoknak a metszését is így már ebbe az időszakban el lehet végezni. Egyébként az, hogyha valaki korábban kezdi el a munkálatokat, kevesebb kockázattal jár, mint hogyha később áll neki ezeknek a teendőknek? Feltétlenül sem, mert mindig kockázat van benne. Mert aki korán elkezdi, lehet, hogy jó járt, de viszont az árutermelők, akik nem egy-két gyümölcsfája van, azoknak időben el kell kezdeni, és azért is mondtam ezt a mínusz 5 fokot. De összességében itt van az ideje. Tehát az, amikor, ha nem is 10 fok van, hanem plusz 3, meg plusz 5 fok van, és a talaj művelhető, tehát ahogy mondtam, rá lehet menni, akkor el lehet kezdeni a munkát. Ez akár február vége, akár március eleje, időben vagyunk még. Akkor nézzük is meg az említett két nagy csoportot kicsit részletesebben. Kezdjük a korai metszéssel, tehát e folyamat miért szükséges egyáltalán? Tisztázzuk elsősorban ezt. A metszés gyakorlatilag a kialakítás, tehát az, hogy a termőfák olyan formát, olyan művelési mód, amit kiválasztunk, legyenek, hogy azok szellősek, áttekinthetőek legyenek. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy a madár átrepüljön rajta. És ez pontosan a betegségek és a károkozók miatt van, ami viszont visszautalva az enyhetére, fokozottan lesznek majd, illetve hát bízunk benne, hogy nem, de hát ez nem ezt mutatja. Tehát itt a metszést el kell kezdeni, és nagyon lényeges, hogy a megfelelő termőegyensúlyt tudjuk biztosítani. Vannak olyanok, amik rendszeres termőre metszést igényelnek, vannak olyanok, amelyek ritkító metszést igényelnek. Na most, hogyha ezeket mi nem végezzük el évente, plusz nyáron a zöldmetszést, akkor egy besűrűsödött növényt kapunk, ami elsüprősödik, és nagyon sok a betegség, nem tud rajta a generatív részt, tehát a virágok képződni, és így nem lesz rajta termés. És csak csodálkozunk, hogy én megadtam neki mindent. Tehát a metszésnek tulajdonképpen ezek a lényeges dolgai, hogy ezt miért kell megcsinálni. Itt a korai metszés esetében mennyire szabad megcsupaszítanunk a fát? Ez nagyon jó kérdés, mert ahogy én látom a kerteket, valakinek van őszi barackja, és az őszi barackfára jellemző, hogy minden évben elvégezzük a termőre metszést, ami annyit jelent, hogy a fa veszőállományának a 70-80%-át levágjuk. Nagyon nagy mennyiség. Viszont ez almára, költére, a többire abszolút nem jellemző, és néha látok olyanokat, hogy talán úgy van metszve ezek is, mint az őszi barack. És ennek a következménye az, hogy rengeteg hajtás növekszik, vízhajtás, erre mondtam, hogy elsöprűsödik. Azt, ha megint kiritkítják és kivágjuk, ugye, mert a könyvekben, a régi könyvekben az van leírva, hogy mindent vízhajtást el kell távolítani, akkor az alapérügyekben még több hajt, és így, ahogy mondtam, nem fog virágrügy képződni. Tehát ezeket módjával kell elvégezni, illetve hát megfelelő módon.
Tehát akkor az érintetteknek, akár az interneten, akár a szakirodalomban érdemes utána olvasni, hogy az adott fafajra milyen típusú meccés a szükséges? Mindenféleképpen érdemes, vagy megkérdeznek szakembereket, de például egy 60-as, 70-es éveknek az irodalmát nem biztos, hogy figyelembe tudom venni, mert még én is anno úgy tanultam, hogy a visszahajtásokat tőbe el kell távolítani, még ág alapot és ág gyűrűt sem hagyhatok. Tehát ez viszont az alapérügyeknek gyors kihajtását. Ma már erre azt mondom, hogy ezeket a visszhajtásokat ki kell válogatni, legyen ez alma körte is, úgy, hogy nem teljesen kivágom, hanem hagyok rajta vesszőket, egy csoportban van 4-5, akkor 1-2-t meghagyok, és azt felére harmadára visszavágom, hogy le tudjam terhelni a fát, hogy azon tudjon növekedni, de ne úgy, hogy az teljesen összezavarja a fát is, és ezek a megmaradt veszők kihajtanak, és 2-3 éven belül termő alapot fognak képezni. Tehát leterhelem a fát, és akkor nem fog elsöprűsödni. Említette, hogy az ilyen jellegű időjárásban, tehát az enyhe telet követően nagyobb mértékben jelen vannak a kár és a kórokozók. Ősszel, az őszi beszélgetésünk alkalmával szó esett arról is, hogy a lemosó permetezés elengedhetetlen. Ezt a tavaszi időszakban, illetve a hónapokban is meg kell ismételniük az érintetteknek? Feltétlenül. Sőt, azt szoktam mondani, régen mindig az, hogy egy tavaszi lemosót. Most, főleg ilyen, ahogy említette is, hogy milyen tél volt, azt mondom, hogy arra kövekedjünk, hogy legalább 2-szer mossuk le. Most, hogyha kimegyünk, tehát szélcsendes idő van, nincs eső, akkor kimegyek és lepermetezem. És a következő, a rügy pattanáskor, amikor már a rügyek duzzadnak, csúsznak a pikkelylevelek kifelé, akkor a pikkelylevelek alatt lévő micéliumokat könnyebben meg tudjuk támadni, és el tudjuk pusztítani, tehát óriási jelentősége van. Csak megfelelő minőségű és megfelelő céllal kell permetezni, tehát meg kell nézni, hogy milyen fáim vannak, mik voltak a jellemző betegsége, hogy annak megfelelően válasszuk. Ne csak az, hogy egy lemosót kérek, hanem az komplex legyen. Tehát gomba, külső, belső tulajdonságú gombák legyenek, károkozók legyenek, amivel együtt tudunk védekezni. Amennyiben valakinek nincsen fája a kertben, de szeretne, ebben az időszakban akár facsemetével is gazdagíthatja a környezetét? Természetesen, tehát fagymentes időnk van, és ebben az időszakban már a faiskolák kiadják az árut, tehát nyugodtan lehet vásárolni, csak elő kell készíteni a talajt. Tehát ne az legyen, hogy megvásárolom a növényemet, és akkor utána hazamegyek, és akkor még nincs előkészítve se a gödör, se trágyám, nincs semmi, tehát ez nekem az gödörásás, megfelelő gödröt, elő kell készíteni legalább 60x60x60-as, ott szerves trágyával kell dúsítani, vagy műtrágyával minimum elő kell készíteni, vizet kell beletenni öntözésnél, tehát, hogy megfelelő nedvesség legyen, és a helyszínen ott a gyökereket visszametszem, és most mivel tavasz van, ezért a föld feletti részt is visszametszem a fáknál, minden körülmények, ha egy szál suhángot veszek, ami egy szál, azt is visszavágom a megfelelő törzsmagasságot leszámítva. Tehát elő kell készíteni növényeket, és utána ezeket is jó lemosó permetezésben részesíteni. Az ültetést követően mire célszerű fektetniük a frissen ültetett facsemetéknél a hangsúlyt az érintetteknek? Tehát, hogyha jól gondolom, akkor ezek a növények jelentősebb mértékben igényelnek például vizet. Így van. Tehát, ahogy említettünk, nagyon kevés a talajnak a vízháztartása, éppen ezért, ha elültetem, beiszapolom. Tehát nem csak adok neki egy liter vizet, hanem beiszapolom, olyan legyen, mint a lekvár, hogy a földnél ne legyen rögök benne, tehát levegő rögök, mert ott egy penészesedési folyamat indulhat meg. De hogyha én beiszapolom alaposan, akkor ez kijön a talajból, és ezt az állapotot fenn kell tartanom. Folyamatosan vizet kell adni, hogy a gyökerek meg tudjanak indulni. És ha egyszer kiszárad, a hajszál gyökerek azok megsérülne, akkor utána megáll a fejlődésben, és akkor nem csodálkozhatunk, hogy nem hajt ki az a fa. Mennyi idő elteltével csökkenthetem a vízmennyiséget, illetve mennyi idő alatt ver úgymond gyökeret egy fa?
Ez az adottság kérdése és a talajadottság, meg az időjárás kérdése, de egy 2-3 hét alatt már megindulnak. De ezek a gyökerek, ezek a gyökérszőrök, hajszágyökerek még nagyon gyengék és zsengék, tehát folyamatos, a tápanyag ugye ott van, de folyamatos vízellátás kell. Tehát nem szabad, hogy engednem, hogy kiszáradjon a talaj. Beszélgetésünk elején említette, hogy elérkezett így márciusban a korai zöldségfélék vetése is. Ez mely zöldség típusokra vonatkozik pontosan? Úgy szoktuk mondani, hogy ahogy mondtam, hogy ahogy rá lehet menni a talajra, akkor egyes gyökérzöldségeket, mint a sárgarépát, petrezselymet lehet vetni, a hagymát lehet vetni, illetve lehet duggatni, a hagymát, mákot lehet vetni, sóskát, spenótot lehet vetni, tehát ezek a leglényegesebbek. A hónapos retket, hogy olyan területen van, akkor már azt is lehet vetni, a többit még nem. Tehát a többi gyökérzöldségek, mint a cékla, a fekete gyökér, ezeket sem, ez csak már végétől. És ott van a borsó. Tehát a borsót is már lehet vetni, de csak a kifejtő típust. Na most ez a kifejtő típus, tudom, hogy mindegyik borsó kifejtő, de ezt így nevezik, hogy kifejtő, amiben a rajnai törpe, a debreceni világos és a debreceni sötétző tartozik. Ezeket, ahogy rá lehet menni a talajra, tehát 2-3 Celsius talajhőmérsékletnél már lehet vetni, és ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert vannak velő típusú borsók, amik viszont érzékenyek a talajhőmérsékletére, és ezért ott már csak március második felébe lehet, mert hogyha megfázik, akkor ilyen úgynevezett betaknyosodás következik be, és nem fog kikelni. És az emberek könnyen mondják, hogy hát rossz volt a vetőmag, nem, rosszkor időbe vetettem. Tehát ezt nekünk kell kihangsúlyozni, és ezt betartani. Egyébként ezek a zöldségtípusok mennyire számítanak igényes növényeknek? Tehát akár egy kezdő kertbarát is megpróbálkozhat a vetésükkel? Mindenféleképpen, csak egyet kell tudni, hogy például a petrezselye, amire sokan panaszkodnak, hogy nem kelt ki, mert rossz a mag, vagy valami. Nem, az a probléma, hogy akár a sóska, akár a petrezselyem is nagyon nehezen kel ki. Tehát oda állandó nedvességtartalom kell ahhoz, hogy az olajréteg le tudjon mosódni a magról. Na most, hogyha ez megszakad, akkor ott nincs kicsírázás. És ezek, amit említett két növény, képes 5-6 hétig elfeküdni a talajba, az, hogy nem indul meg. Ezért nem szabad mélyre vetni, tehát másfél centiméternél nem szabad, nedvesen kell, betömörítem és nedvesen tartom, esetleg, hogy ha horolnom kellene, akkor tudjam, hogy hol vannak a sorok, jelzőnövényt szoktunk beletenni, egy-két hónapos retket, egy-két salátát, azok nagyon gyorsan kikelnek és mutatják, hogy hol van a sor. Tehát ezzel tudom segíteni a munkámat is. Ezeknél a növényeknél a tápoldatozás nem szükséges? Nem, alaprágyát kell adni, de itt az említett növényeknél, gyökérzöldségeknél, a hagymánál nem szabad frissen rágyázott talajba beletenni, csak másodnövényként. Tehát vagy úgy, hogy tavaly megtrágyáztam, az idén lehet beletenni. Tehát ezeket nem lehet műtrágyát, lehet használni. Külön tápoldat csak akkor, amit fejtrágyának nevezünk, amíg már 2-3 lombleveles állapotban vannak, akkor érdemes, mert akkor kerül a növény olyan állapotba, hogy fel tudja venni a talajból. Mit tehetnek az érintettek, hogyha ne adj Isten, a vetést követően visszatér majd a fagy és a hideg időszak? Ezek a korai zöldségek, amit említettünk, ezek, hogyha ki kell, és nem csíra állapotban van, mert akkor az még veszélyes, de kijönnek, akkor sem kicsit megállnak a fejlődésbe, de nem fognak nekem elpusztulni. Tehát ezek kibírják. De hogyha én például elvetek időbe egy babot, idő előtt, ami ugye április végétől lehet vetni, az nagyon könnyen megfázik. Tehát ezért van az, hogy mikor mit lehet vetni. A téli kertben lévő növények még váratnak magukra, és maradnak ott a helyükön, vagy akár már nyugodtan kihozhatom ezeket a növényeket is a kertbe? Hát én ezt úgy szeretném megfogalmazni, hogy bírjuk ki, hogy ne hozzuk ki. Tehát, hogy nagyon jó idő van, mi is a napot kedveljük és szeretjük, de azért még ezeknek korai, mert hogyha jön egy lehűlés, ugye ezek a növényteletetés következtében le vannak gyengülve. Tehát, hogyha én ezt kihozom őket, és akár mi most nem veszük észre, hogy most -1 volt, vagy 2 fok volt, mi azt kibírjuk, mert hát tél van, de ezek a növények nagyon érzékenyek rá. Tehát nem szabad. Tehát várjunk még vele a március végével, hogy a leandereket, vagy az átterelt mediterrán növényeket még majd kihozzuk, még hagyjuk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, én úgy gondolom, hogy remek kiindulási pontokat adott a kertbarátoknak a munkavégzéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és jó munkát kívánok mindenkinek.
Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, jövő héten ismét Zöld közelben, addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!